Egy egész nyuszi család költözött be ebbe az udvarba. Különböző színű és ruhájú nyulak ülnek a fűben, de nem hiányozhatnak a tojások sem. A család délutánonként szabadidejében készítette a dekorációt. Nagyon sok délutánunk ráment, én megrajzoltam a nyulakat, férjem kivágta, funérlemezből készültek, aztán egy délután nekiálltam festeni, először fehérekre, mert azt gondoltam, hogy fehérek lesznek, aztán utána megkaptak ruhát is. Volt, aki a saját udvarában más a portája előtt dekorált. A köztereken lévő kompozíciók is önkéntes díszítők segítségével készültek. A polgármester célja az volt, hogy megmutassák a zalavári közösségi összefogás erejét. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan és miként tudjuk megmozgatni az ingatlan tulajdonosokat is. Ugye mindenki eddig is díszítette az udvarjait, de most elkezdtük azt, hogy bevontuk így a könyvtári közösségi Facebook oldalon keresztül, hogy ő nekik a dekorációkat is, akik jelentkeztek, ugye megmutatjuk. A nyúlcsaládok nagy népszerűségnek örvendenek. A környező településekről is érkeznek érdeklődők, hogy megcsodálják a dekorációkat. Zalavár szeretne hagyományt teremteni a kezdeményezésből.